A háztartások által vásárolt éves zöldség és gyümölcs mennyiség visszaesett az elmúlt egy évben. A Piackutató Intézet nemrégiben kiadott közleménye szerint a magyar családok élelmiszerre fordított éves kiadásainak csak 8-10%-át költik zöldségre és gyümölcsre. Mindezek ellenére próbálnak figyelni rá, hogy az egészséges táplálékból minden nap kerüljön az asztalra. Nagyon nagy figyelmet fordítok, igen, a családomnál, hogy egyensúlyban legyen a zöldség-gyümölcs fogyasztás, és minden napi szinten többször is. A csökkenés legjobban a kisebb boltokat érinti. A legnagyobb visszaesést a vásárlás terén a banán és a barac mutatta. Zöldségek közül pedig a paradicsomból, a paprikából és a káposztából veszünk kevesebbet. A boltosok szerint ennek fő oka a drasztikus áremelkedés. A zöldséget azt muszáj megvenni, mert főzéshez az elengedhetetlen, de a gyümölcsöt mindenféleképpen. Tehát aki valamit spórolni szeretne, az a gyümölcs. A kevés zöldség és gyümölcsfogyasztás sok betegség kialakulásához vezethet, mivel vitamin és ásványi anyaghiány léphet fel. A szakember szerint az elmúlt 20 évben folyamatosan csökkent az egészséges táplálkozásra való igény. Keresztes Mária dietetikus elmondta, a legfontosabb, hogy már gyermekkorban megismertessük a kicsikkel az egészséges táplálkozás fontosságát. Nagyon fontos lenne, hogy minél több rászoktassuk gyerekkorban már a gyerekeket arra, hogy minél többfélét, minél nagyobb mennyiségben változatosan egyenek, és akkor egy sokkal egészséges nemzedék nőhetne fel. A magas árak ellenére oda kell figyelnünk a napi vitamin bevitelre. A téli időszakban az immunrendszer erősítése érdekében, nyáron főként a folyadékpotlás miatt legalább naponta kétszer kell zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanunk.